Most értek meg a lényeg. Nagyon jó. Ezek mind késői palántázású, úgynevezett őszi dinnyék. Azért ültették később, hogy szeptember közepére végére érjenek be. Akkorra, amikor a nyári dinnye dömping már lecseng. Itt annyi dinnye van nekem a földön, hogy azt hiszik már, hogy nem jó a dinnye Lőrinc nap után, de ezek még most kezdtek megérni. És egy kis reklámot próbálok neki csinálni, hogy jobban vigyünk. Hát itt egy országos dinnye napot csináltunk. Fiataloknak, nyugdíjasoknak volt dinnyevő verseny, dinnye magköpő verseny, mert milyen most érik az őszi dinnye, most kezdtük el szedni. A dinnye hidratál, vagyis pótolja a folyadékveszteséget a hőségben. Emellett, mivel sok benne a kálium és a magnézium, csökkenti a vérnyomást. Az ugyancsak benne található úgynevezett karotinoid pedig erősíti az érfalakat. Gazdag A, B és C vitaminban is, vagyis az egészségtudatosan élő emberek számára kiváló élelmiszer. Gyorsmérés! 1 méter 10! Ilyet sem látott még az egyébként már sokat tapasztalt fegyverneki határ. Szabályos dinnye több tusát rendeztek fegyverneken, hiszen volt dinnyevő és dinnye szépségverseny. Nagyon tetszik, még most vagyunk itt először, amúgy fegyvernekiek vagyunk, de nagyon hangulatos, úgy látom, hogy a kicsik is jól érzik magukat, örülnénk, ha még több lenne. A zöldség maximális felhasználhatóságát bizonyítandó, még dinnyemag köpő verseny is. Itt a feladat roppant egyszerű, a rajtvonal mögé állva a lehető legnagyobb távolságra kell elköpni a magot, kinek-kinek milyen messzire sikerül. Hasonló rendezvényen még nem voltunk, de nagyon-nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy az időseinket, a fegyvernek aranykor idősek otthonába ki tudtuk hozni, és annak is örültünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és aktívan szerepelnek itt a rendezvényen. A dinnyemag köpés az a versenyszám, amelyben tényleg nagyon sokat számít a tapasztalat. Aki életkoránál fogva csak néhány tucat vagy néhány száz magot indított el eddig rövid légi útra, az még nem sajátította el a tökéletes technikát. Az azonban, aki több évtizede fiatal csibész, meggyőző magabiztossággal lövi ki a szájából, akár 5,5 méternél is messzebbre a dinnyemagot. Így sikerült. A többit visszafújta a szél. A dinnyevő és dinnyemag köpő verseny dobogósai természetesen dinnyét nyertek kiemelkedő teljesítményük jutalmaként. Nem is akár mekkorát. A fegyverneki határban ugyanis egyáltalán nem ritka a 10 és 20 kiló fölötti dinnye. Errefelé az a dinnye, ami éppen csak súrolja 8 kilót, csenevésznek számít, és a kanárik eszik meg uzsonnára.